És ide jövök, feljöttem, Veszprémi vagyok. Ide jöttem. Nálam már volt a Fradi TV, Fradi lakásom van. Nem jöhetek be a meccsre, azért, mert ezek a busz... Szia, hello, sziasztok! Meccs van! Miután elérte a 4 milliót a beoltottak száma Magyarországon, újabb enyhítések léptek hatályba. Ezeknek keretében újra lehet meccsre járni. Legalábbis a Groupama Arena megnyitotta kapuit a szurkolók előtt. A Fradi mezőköves meccsre érkezőket kérdeztük arról, milyen érzés újra itt lenni. Szuper lenne, ha beengednének. Hát figyelj, nem tudom, mentálisan szerintem már szüksége volt erre az embereknek. Nagyon jó, fantasztikus, örülünk, hogy újra itt lehetünk. Úgy látom, hogy mindenki boldog, jogosan, úgyhogy hajrá, Fradi! Azt gondolom, hogy november óta már mindenki kiütéssel szenvedett azt, hogy nem tud futballmérkőzésre járni. Leszarom, hogy a Fradi mit mondott, én a Fradit 6 éve támogatom. Nem 6 éve, 60 éve támogatom. A Fradit. 6 éve érem zöld. Én azt gondolom, hogyha megfelelő biztonsági intézkedéseket betartják, akkor biztonságosan meg lehet rendezni ezeket a rendezvényeket. Most már megvan erre a lehetőség, és úgy gondolom, hogy itt van az ideje ennek. Igazából úgy voltam vele, hogyha itt a pandémia alatt betartok minden szabályt, és most már több mint 20 napján kaptam a második oltást, így úgy jövök, hogy ez már jár. Tehát ezt a pályát végigvittem. Nyilván hiányzott a maga az érzés, ez a közösségi élmény, amit egy ilyen mérkőzés adhat. A szurkolók azok mindenhol fontosak. Minden sporteseménye, nem csak itt. Jó lenne, ha bemehetnék. Miért nem mehet be? Azért bérletem van, és nem vagyok lejótva, nem az én hibámból. Már külföldön élő magyar állampolgár vagyok. Probléma van? Nem. Igen, a plastikkártyám nem érkezett meg, és az MLS-nél azt a tájékoztatást kaptam, hogy amit a házi orvosom kiállított igazolást, elfogadják, be lehet jönni a meccsre. És most közölték velem, hogy nem, csak a plastikkártyával. Rengeteg kritikát kapok azért, hogy én el tudok most jönni futballmérkőzésre, de ha mi nem oltakoznánk, akkor még mindig 8 óraig lennénk nyitva, nem lennének azok a szolgáltatások sem nyitva, amiknek egyébként most már nyitva vannak. Nekem már megvan a védettségem, hála Istennek, nem csak igazolvány formájában, hanem gyakorlatilag az orvostudomány szerint is védett vagyok, úgyhogy hála Istennek én biztonságban érzem magam, és nagyon örülök annak, hogy végre ki tudok jönni és szurkolhatok a kedvenc csapatomnak. Itt fönn van a maszk rajta, mit kapok? Bemegy, beviszi a gyerekét, a 18 éven aluli gyerekét, leverti a maszkot, és nincs oltva. Én meg így bemehetek egészségesen, nem mehetek be. Én azt gondolom, hogy mindenki oltakozzon, és akkor tud menni meccsre, stb. Igen, mert ez nem érdekel, én erre akarok jönni, de nem engednek be. Ki fog ma este nyerni? Hát természetesen a Ferencváros. Ki fog nyerni ma? Hát egyértelmű a Fradi.